versenyzőket is. Egy kubai és egy azerbajdzsáni versenyző fog összecsapni. Mind a kettő nagyon régi és nagyon fejlett ökölvívó nemzetekről beszélünk, ahol nagyon nagyra tartják mind a két országban az ökölvívást és az ökölvívókat is magukat. És a kubai már meg is érkezett a piros sarokhoz. És persze természetesen maradunk a 81 kilónál program befejezéséig. Úgyhogy még a következő pár és a 81 kg-os súlycsoportba fog lezajlani. A kubai srác megkapta fejére a fejvédőt, amit már a következő korcsoportban ezek a versenyzők, a ifik, a felnőtt korosztályba el fogják hagyni ezt a fejvédőt, hogy felnőtteknél már fejvédő nélkül kell boxolni. Ez az utolsó korcsoport, amiben használniuk kell még a fejvédőt. Ami a felnőtteknél már nem használatos. Ezek a srácok, akik itt boxolnak és kimagasló eredményt fognak elérni, azok a felnőtt tokiói olimpián részt vehetnek majd, és biztos részt is fognak venni innen, akik itt bunyóznak, srácok, részt is fognak venni az olimpián, a kimagaslóak. Na és elkezdődött. A kubai egy fordított alapállású, egy balkezes boxoló, azerbajdzsáni egy normál, jobbkéz felállású dugós, széles alapállással, és majdnem, hogy mondhatnánk, egy fejjel magasabb a kubai ellenfelénél, és elég jól használja ezeket a hosszú kezű ütéseket. Azeri egy nagyon szépen, szép alapállásból boxoló sportoló, aki, amint látom, ugye az ökölvívás, a vívás, ökölvívás vívói technikájában elegyén el van látva. Ő fogja a kubait, és közben mutatta a bírónak, hogy őt fogják. Így elég tapasztalta az azerbajdzsáni versenyző. Kubai egyelőre nem tud mit kezdeni ezzel a cserkészős boxsal. A kék sarok lerakja a kezét, és mondja neki, hogy gyere, gyere, gyere haver. Jól beszél. Hát gyönyörűen, gyönyörűen boxol a kék sarok. Próbálja ő távját tartani, és a jobb lábával lezárni a... és a bal lábával kubainak a jobb lábát. Szóval látom, hogy mindig beljebb teszi, jól van belül. És ezzel készíti a jobbra, és igen, a jobbra forgásra a kubait, és ő ott balcsapottan már érkezik is. Nagyon jó helyen van az első lába, és a hátsó is, és ezért tudja jól dolgozni belőle. Nem engedi a kubait kibontakozni. Ismét mondja neki maga biztosan, hogy gyere haver. De szép, nagyon szépen elhúzza magát, nagyon nagy a
a magasság különbség a két srác között. Elég nehéz lesz a kubainak oda beférkőzni, és nagyon-nagyon jól használja az erdélyi srác a hosszú kezeit, azokat a hosszú lábait, és ismét szép találatokat hívt Bertől. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez a menet simán az Erdélyi gyereknek a oldalára írható egyelőre az első menet. Aztán most a kubai srácot is ellátják a megfelelő tanácsokkal a kubai edzők, akik elég sokat tudnak a ökölvívás csinálról, vinnyáról. Lehet, hogy most megkapja a jó taktikát, hogy merre mellé mozogni az eri srácnak. Nem sok teret engedett irányba a kubai srácnak, de meglátjuk. Azért egyben maga biztosan boxol, lerakta a kezeit. Utal, hogy maga biztos. Igen, és ha nem engedi, amire beér a kubai, addigra ő egy 3-4 ütést a fejvédőjére mér. És amire a kubai beér, addigra meg le is zárja magát, úgyhogy nehéz dolga van a kubai srácnak. És nagyon széles a Azerinak a alapállása, és ezáltal kívülről az ütésekből. Úgyhogy dolgozhat a kubai srác, de ez egyelőre jelzi neki az azeri, hogy ez nagyon kevés haver, hogy gyere még! Csalogatja őt bele a kezébe, és bele is fut, persze, mert mennie kell kubainak előre. Na, egy szép balhoroga az eritől. Távol tartós, igen, és a jobb és bal egyenes jó hosszan, mind a kettő eltalálta a kubainak a felét. És ismét kuba is találhat az égközben. A hivatottságú az eri srác, ezt a hosszú kezeit, és ez a jó magas a súlycsoportjában is nagyon-nagyon jól kezeli. Ajda szépen a kubai is most beértem úgy, mert fáradt, kezd fáradni lábon az eri srác, és igen, láthatni, hogy a kubai srác egyre többször beér hozzá, és ott a 3-4 ütést, most is egy jobb horgot például bevitt a kubai. Kicsit lejjebb ment az erinek a bunyója a második menet közepétől. Úgy látom, hogy érzi ő ezt, és most megint egy kicsit rákapcsolt, és megpróbál a kubainak minél több ütést elhelyezni a fejvédőjén. És véget ért a második menet. Thank you.
Hát belehallgatnék a kubai edzőnek a utasításaiba, hogy mi az, amit tud mondani ilyenkor egy edző, ilyen versenyzőnek. Mik azok a dolgok, amiket ilyenkor el lehet mondani egy ilyen jó bujósnak, mint a kubai srác, de sajnos nem tudta rá erőszakolni a stílusát a azeri srácra. Most megint az azeri, megint berakta magát, és nem akart vele. Akkor boxol, mikor ő akar, akkor fog, mikor ő akar. Úgyhogy próbálja a kubainak minden szinten összetörni a stílusát, ami most a harmadik menetben legkevésbé sikerül neki idáig a meccs folyamán. Aj, de szépet talált a kubai most. Igen, kétszer is. Kis fogásba keveredtek a srácok. Persze, hát az azeri fog. De mielőtt a bíró szólna, hogy fogás már is engedi, és megy tovább. És mintha most egy kicsit érezné, hogy egy kicsit be kell kapcsolni, ismételtem. Nagyon jó versenyzői fejre utalnak ezek a dolgok, amiket az azeri csinál. Akkor boxol, akkor tesz oda egy kicsit, mikor kell. És amikor nem kell, akkor lopja szépen, és amikor ezek a szép beállás, amikor megáll mind a kettő, akkor onnan szépen gyönyörűen megfogja is. Megpróbálja a kubai srácot levadászni neki a szép baljobbakkal, de most a kubai visszadolgozgat belőle. Mintha most ért volna észhez ebbe a menetbe a kubai srác, mintha egy picivel jobb lenne a kubai ebbe a menetbe. Egyre több a találata, még most folytatja is tovább. Egyre nagyobb próbálja emelni a fölényét, és mintha az eribe nem lenne meg ez a plusz. De viszont ha bezsákolta az első két menetet, akkor ez már a kubainak nem fogja tudni előrébb vinni a mérkőzés végkimenetelében. Nagyon jó a kubai, most jó dolgozik, most dolgozik jól. És nagyon szép találatai vannak, amik ezt a menetet biztos, hogy az ő irányába fogja dönteni egyelőre. De azért dolgozgat a azeri srác is, nem nagy különbség van köztük. De ismételtem, gyönyörű. Igen, és megint a kubai talál. Ő is. Véget ért a mérkőzés. Hát véleményem szerint a kubai srác elég későn kezdte ezt a rohamot. Mondjuk, ahogy látom, eléggé magabiztosan veszi le a kesztyűjét. Aztán majd meglátjuk. Innen a közvetítői székből úgy láttam, hogy a azeri az magabiztosabb volt, és voltak neki szebb hosszú találatai, de meglátjuk, hogy a ring mellől a vezetőbírók hogy látták ezt a mérkőzést. De az Eria, aki többet dolgozott, és a kubai srác 10-9 Kuba, 10-9 Kuba és 10-9 Kuba. De három menet a kubaié volt,
Ők látják, ők a bírók, ők vannak közelebb, és ők nézik, öt pontozó bíró van a ring körül, és azért vannak öten, mert hogy öt szemszögből nézik a meccset. És megérkeztünk 81 kg-ban. 81 kg-ban megérkeztünk a